citerával és kuborával, dicsérjétek csengő cintányérral, dicsérjétek zengő cintányérral. Minden lélek dicsérje az Urat, dicsérjétek az Urat. Álljunk fel és imádkozzunk. Úrunk, köszönjük tenéket, hogy 3000 évvel ezelőtt megszületett költői gondolat és imádság ugyanúgy a 21. század emberé is lehet. Köszönjük, hogy tudunk azonosulni Dáviddal és az ő szívében fakadt hálával. Köszönjük, hogy mi is dicsérhetünk és magasztalhatunk téged. És köszönjük, hogy nagyon sokféle hangszert említ a zsoltáros, mert mi is sokfélék lehetünk, mindannyian különbözőek vagyunk, és mégis a te nagy-nagy szereteted által és Jézus Krisztus váltság halála által egy kórusnak lehetünk tagjai. Urunk, köszönjük tenéket, fiataljainkat, akik ma este az Isten tiszteletben szolgálatot végeznek. Kérünk, hogy tisztíts meg szívüket, vagy nekik onnan felülről bölcsességet, örömet és szeretetet a szívünkbe, és akkor, hogy egy szívvel, egy lélekkel tudjanak téged magasztalni, dicsőíteni, és ne csak most, hanem életük minden idejében. És ugyanezt kérem a gyülekezet egész közösségére, hogy valóban gondold föl a szívünket a hálára, a dicséretre. Köszönjük, mennyeinkénk, hogy mindent neked köszönhetünk, kérünk azt, hogy valóban mindig, mindenkor, vagy tudjuk dicsérni és dicsőíteni a te nagy és szent neved. Amen. Köszönöm, hogy a gyülekezet. Nagyon sok szeretettel köszöntöm mindazokat, akik ezen a délutánon el tudtak jönni az Úrházába, amit láthatják a helyi testvérek egy nagyon fiatal kor összetételű ének együttes a vendégünk. Természetesen vannak közöttük diakónusok is, egy presbiter is talán, és hát a fiúk és lányok együtt fogják magasztalni az Urat. Tóth Kornél testvér vezetésével, vagy az első éneket is vezényelte, és az az ének a neve, hogy Pap, a PLP, ami annyit akar, hogy Pilis, Albert és a Pécel, és hát gondolom, hogy a konzás körzetéből vannak együtt a fiatal. Némelyiküket csak szülői felügyelettel engedte el a nagymama, úgyhogy a kedves szülőket is sok szeretettel köszöntöm, és mindazokat a vendégeinket,
pedig a Ágoshoz érkeztek. És Ágos adnám a szót polgármesternek, ő lesz az egyik liturgusa, hát majd figyeljünk rá, és biztos sok okosságot fogunk tőle megtudni és meghallani. Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm kedves minnyájukat, testvéreket, barátokat, érdeklődőket. Legyen a ma este a mi Istenünk tiszteletére és az ő nevének dicsőítésére, hogy tetszetek hallani minden napon áldott gondolatokat. Nos, ma délután a zenekerül előtérbe Isten dicsőítő énekek formájában. Augustinus és Beethoven egy-egy gondolatát szeretném idézni, és ezzel is erősíteni, igazolni szeretni a zene csodálatos erejét. Augustinus így van, a zene feladata Isten dicsőítése és a szívek felemelkedése. Beethoven ezt mondja, a zene magasabb rendű megnyilvánulás, mint minden bölcsesség és filozófia. Most, hát mi ennek szeretnénk eleget tenni, nem filozófálni, nem bölcselkedni, keveset beszélni, sokat énekelni, jókedvvel, bőséggel. Talán két mondat a számozás. Amikor megalakult 2000 évben a Pécseli Baptista Ifjúsági Gospel Kórus, nagyon nagy lendületet vettünk, és utána szerettünk volna kilépni a nemzetközi porondra, és először is, hát a mi drága testvéreink, a Pilisiek, majd a Kampertusaiak sietnek segítségünkre, hogy hát hallgassák ezt a kórust, és egymásra talál. Hála Istennek nem az az első felépésünk már, és nem a mindenáron való megfelelés, hanem az egyik szolgálás, és hát a szívek felépítése legfontosabb dolog. Most rögtön szeretném a testvéreket megkérni, hogy a padokban lévő ének, ami dicsérjük Istenünk szemnevét, ami csak egy kis szólóval kihozva, tessenek a kezünkbe menni, egy nagyon szép ének, ez lesz a mi közös énekünk. Úgy tudom, a Váci testvérek nagyon jó állam zeneinek, valószínűleg hamar meg fogjuk ezt az éneket tanulni. Kérem, hogy figyeljenek a testvérek, hogy a hallom, hogy megszólal a padokban az ének, azokban idefordulok, leállítom a fókuszt, és közösen tudjuk énekelni. Még komoly szavára hallgatok, kemény kötésű,
izmosdalmak során fognak előéleben, fejlődik a csendő, nincs a felett, hogy nincs hiányod. Mert nincs hiányod. Minden küldetés, a magvetés, a földre születés, a szél, a fellel, akár nem a szár, parányi porszter, zordon sziklaszár, van küldetése, van. Van a madárom, azért csicsenek. Van a könyvön, a fájom lenne. Van a viharnak, azért dübörök. A mulató is, az Isten örök. Szél, ha üdít, ha termő beporoz, nap, ha melenget, s írik a kalác, el is nyomlózott. Engem nem látsz, hogy nyugodni magát végeztették, és lesz gyümölcs a fán, és lesz kenyér, mert szél szaladt, nap melengetett, ez most karik alatt van. De vajon ég? Mert minden küldetés, minden vetés és minden születés elvégzem-e, amire küldetem. Olyan fehér nyílt az életem, s a perc a nap, az ég is a pillanat. Én pedig állok őszi ég alatt, millió körülöttem, és velem, talán ma, holnap, ez az életem. Hiszen állok az Isten tenyerén, millió körülöttem is velem. Emberek, virágok, madarak, szemem a fényes Isten arcra néz, testvéreim magamhoz ölelem, és élek, dolgozok és dalok. Ez az enyém. Övé a kegyelem. Tudom, nem ehetetlen ez a kéz. És akaratát még békén figyelemmel új dallam kísér, diadalmasan. Hogy nincs hiába, hogy nincs hiába semmi. Thank you.
Lúri Halleluja mindig végig az Úr, és ezek a válság időszakban legyenek mindig. Nagyon jó mentő. Thank you.
mert 90 napon keresztül mind a 150. Zsoltárt, mind a 150. Zsoltárt lefordította. 1425 igevers ez. A figyelembe veszük azt, hogy milyen fiatal ember volt, és a kor kihívásait félretesszük, akkor valóban igazat kell adnunk Szent Simonnál Walter testvérnek, hogy Laudamus Viventi Deo valóban dicsőség az élő Istennek. A 150. Zsoltárban Dávid úgy indítja a Zsoltárt, hogy dicsérje az Urat a hatalmas égboltozat és a szentély. Azaz a föld és az ég. És úgy fejezi be, hogy minden lélek dicsérje az Urat. Valóban, ha körbenézünk a teremtett világban, akkor azt mondhatjuk, hogy a föld és az ég értelmes vizsgálata megindítja a szívünkben a hála érzetet, és elmondhatjuk, függetlenül attól, hogy milyen életközösségben vagyunk Jézus Krisztussal, közelebb hozzá az Úr után járva, vagy esetleg Jézus csak történelmi személyiségként kezelve, de elmondhatjuk, hogy látva a természet nagyszerűségét, látva azt az életteret, ahol élhetnek a növények, az állatok és az emberek, dicsőség az élő Istennek. És aztán a 150. Zsoltár nagyon sok esetben elhangzott a templomi ünnepségeken is. Ezékiás király idejében például, amikor 25 évesen trónra lépett, előtte 15 éven keresztül zárva van Jeruzsálemi temploma. Édesapja Áhász ugyanis a Baál tisztelte. Sőt, az összes arany edényből is Baál szobrokat és Baál oltárokat építettek. Az új király Ezékiás szakít édesapja gonosz hagyományával, követi az Urat, és az első napon, amikor királyjá szentelik és avatják, fölmegy a templomba, a bújdosó lévitákat meghívatja, megnyitatja a templomot, ő maga visz oda állatokat, sértja a zsidó istentisztelet hagyományoknak megfelelően, szinte minden kóser végnáló állatból 7-7 darabot áldoz föl, és csodák csodájára a 15 éve néma kórus újjá alakul, és a 150. Zsoltárt kezdik el énekelni ezen az első templom szentelő istentiszteleten. És azt olvassuk a Krónikák könyvében, a 29. részben, hogy amíg tartott az áldozat bemutatása, és az nem fél óra volt, hanem inkább egy nap, ez a kórus a lévitákból és a jeruzsálemi hívőkből alakuló férfi kórus énekel végig, bírnától. És kedves testvérek, a mi életünkben is nem csak az éneklés, hanem az egész életünk, ahogy a Szentírás egészet tanítja, dicsérheti és magasztalhatja az Úr nevét akkor, hogyha Ezékiás királyhoz hasonlóan mi is belülről kezdjük el megtisztítani az életünket. A komoly a szándékunk Istennel kapcsolatban, a Róma 12 alapján odaszálljuk az életünket szövetségben Istennel, akkor ez a belső biztosság kihat a hétköznapi életünkben. És az Isten dicsőítő illetve hozzá tartozik az is, hogy Jézus Krisztusra mutat az életünk. Jól tesszük, ha engedünk Isten akaratának, és Ezékiás királyhoz hasonlóan a Szentlélek templomát tisztítjuk meg, ha kell naponta, hogy legyen hely a hálának, legyen hely a köszönetnek, és legyen hely az Isten tiszteletének, és az ő dicsőítésének az életünkkel keresztül is. Nekünk már nem kell áldozatokat bemutatni, mert a bárány Jézus Krisztus feláldozta magát a Golgotai kereszten, és ez az egyetlen áldozatot azon a nagy pénteken a keresztény minden időkre, minden bűnvádónak bűnbocsánatot ad, örömöt ad, hogy igen, helyre állhatott az életet.
Az új szövetség üzenete, a kereszt áldozata nem hiába való, mert Jézus végig harcolva győzött a bűn, a sátán és a halál felett. Isten lelke az első pünkös óta irányítja az egyházban élő nagy szimfonikus zenekarát. És ez a koncert az első pünkös óta tart. És még nincs szünet. Krisztus második eljöveteléig fog tartani ez a koncert, ahova nem kell jegyet vennünk, a koncert ingyenes, sőt, ahogy a 150. Zsoltár végén olvashatjuk, minden lélek dicséri az Urat, azaz minden lélek csatlakozhat ehhez a szimfonikus zenekarhoz és többszólamú kórushoz. Nincsen életkor, 120 évig, vagy még több ideig is szabad ebben énekelni, és egészen korán lehet kezdeni. A Zsoltárban, a 150. Zsoltárban sok-sok hangszer felsorol Dávid, aki maga is több hangszeren tudott játszani. Hangosabb hangszerek is vannak össze, meg harpa hangszerek is. Jó mind a kettőt, és jó mindkettőnek az arányát megfigyelni, ugyanannyi hangos, mint harpa hangszer van. Ezt csak azért mondom, mert főleg az idősek óvaja az, hogy minden éneknek tudatokja, hogy jól hallják. És néha a fiatalok ezt hajlamosan túlzásba vinni, hogy csak tudatokja. Nos, a Zsoltárban sok-sok hangszert sorolt föl Dávid, mert Isten szinte átvitt értelemben bennünket is vár ebbe a kórusba. Isten várja, hogy ennek a nagy kórusnak valamennyien tagjai legyünk. És rettenetesen fájna neki, ha te vagy én, a hitetlenség, a bűn okozta hamisság és hazugság miatt kimaradnánk. Rettenetesen fájna Istennek, ha éppen rád nézne és intene neked, hogy ez most a te szóló állásod, és te ülve maradnál, vagy elszaladnál. Isten örül a te dicsőítő életednek. Örül a hangodnak is, és örül minden olyan tálcsokodnak, amelyel őt tudod dicsérni. És hogy mennyire jó az, hogy Isten számít ránk, és mennyire meg tudja változtatni, és valódi hangszerré tudja formálni az életünket, egy kis régi történet, Lüneburgban esett meg ez a dolog. 1700 tavaszán. Nem tudom, hogy mond-e valakinek valami nevet is száz városra, hogy Lüneburg. Ebben a lüneburgi templomban a karzaton egy nagyon használt harmóniumot használtak több mint 70 évvel keresztül az Isten tisztelet zenei kísérletére. Maga a harmonista is már igen-igen idős volt. A gyülekezet elég modern gyülekezet volt, mert nem akart pénzt a hangszer felújítására. Arról pedig hallani sem akartak, hogy orgonát építessenek, hiszen az sokba kerül. A presbitérium úgy döntött, nem baj, hogy hamis a harmónium, jó ez nekünk, hiszen már apáink is ezt hallották. Nem hamis a gyülekezetről van szó, ezt azért az ott ilyen erőse fordulhat. Egyszer az egyik Isten tiszteleten egy jól ismert éneket kellett énekelni a Zsoltár felolvasása után. Mindenki a helyén ült, és látta, hogy megszólal a jól ismert, unásig ismert hamis hang. De rövid csend után megszólalt az öreg hangszer, és mindenki elcsodálkozott. Mi történt? Kezdte felállni a férfia, és föltekinteni a karszakra. Mégiscsak kicserélték a harmónium. Netán talán orgonát épített valaki egy hét alatt. Mert ez az öreg hangszer úgy tudott megszólalni, olyan szépen, olyan gyönyörűen, olyan csodálatosan, hogy egyszerűen nem tudtak ülve maradni. Aztán a legbátrabb asszonyok is fölálltak és hátra néztek, és egymásra néztek,
És már kellett volna énekelni a Zsoltár, de nem tudta senki, mert mindenkinek kátva maradt a szája. A gyülekezet csak hallgatott, majd a végén, amikor a harmonista befejezte szolgálatát, örvendezve tapsol. 1700-ban vagyunk, akkor ez nem volt szokás, protestáns nem mondtam. A harmonistán viszont Johann Sebastian Bachnak hívták. 15 éves voltunk össze, árva volt már 6 éve, az idősebbi bátyánál nevelősködött, és a szívével, a lelkével és a szellemével együtt szólaltatta meg az öreg hangszert. Amikor kívül vitték az idős harmonistának, hogy mi történt ma az Isten tiszteleten, ő csak ennyit mondott: Uram, köszönöm! Kedves testvérek, ez a történet jól mutatja, nem mindegy, hogy ki játszik életünk hangszerét. Isten az öreg harmóniumból is, a hamis harmóniumból is, a legközelebb harmóniumból is, a kidobásra ítélt harmóniumból is csodálatos hangszerré tud változtatni minket az ő lelkének munkája által. Engem, hogy ő uralkodjék az életeden. És engem, hogy Isten kezében te is és én is egy kicsi hangszer lehess, amit a Mester a saját terve és a te életedre vonatkozó jó terve által szólaltathasson meg. Lehet, hogy éppen te leszel az, aki el fog csodálkozni azon, jé, hát én erre is képes lehetek. Igen, ahogy Pál írja, Isten kegyelme által. Akkor lehetsz erős, akkor lehetsz hasznos hangszer Isten kezébe, ha te gyenge leszel. Ne hiányozzon tehát sem a hangod, sem az életed az Úr hónusából. Valóban legyen igaz az életünkre, ne csak a természet, ne csak az állatok, ne csak a növények, ne csak mások, hanem minden lélek dicsérje az Urat. Amen. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
grandfather? I'm well, they didn't get to it. Other guests did. Thank you.
Yeah.